Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 29-ére. A mai napon az álmainkról van szó. Lehet, hogy valamit álmodtál, és ez egy lelki üzenet. Vagy valaki álmodozik rólad. De a te saját álmaidról is szó van, az elképzelésekről, hogy legyen meg a hited, hogy ez az álom megvalósul. Mivel a hold eléri a mai napon a lefele mozgó kármikus csomót, itt lesznek kármikus témák. Ennél a lefele haladó kármikus csomónál, kétnál érzelmekről van szó, a múltról van szó. Tehát vissza kell tekinteni a múltba. Ez lehet a közelmúlt, mik voltak az álmaid, az elképzeléseid, hogyan tudnád ezt megvalósítani. Lehetnek gyermekkori emlékek is, mint például egy elképzelés annak idején, hogy mi a hivatásod, a tehetséged, a tudásod, és éld a hivatásodat. Persze a múlt, az emlékek, az érzelmek, a kármikus témák jelenleg kihatnak a párkapcsolat területére is. Lehet, hogy mások azt közlik veled, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi, ne add fel az álmaidat. Mivel itt kármikus témákról is szó van, az lehet, hogy vannak bizonyos elképzelések, ami összefügg a múlttal. Gyakran itt szerelmi témákról van szó, hiszen megvan a lelki kapcsolat köztetek, megvan a telepátia, megvannak az álmok, hiszen ismeritek egymást a korábbi életetekből. És pontosan ezek a kármikus témák jelennek most meg, az elképzelések, az álmok, kihat a szerelemre is. Ez most egy jó energia, hiszen a hold és Kétó az együtt hat, és egy jó kapcsolat van Neptun bolygóval. Neptun bolygó visszafele tekint, itt is múltról, emlékekről van szó, és Neptun bolygó hatása alatt az álmainkról, az álmodozásainkról, az elképzelésekről, ez a fő téma, néha kihat a művészi területekre, és megvan az intuíció és az inspiráció. És most élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy erősítsük a hitünket abban, hogy ez az álom megvalósul. És ez kihathat minden életterületre, a hivatásra, az anyagiakra, a családra, az egészségügyi állapotra, a lakhelyre, és természetesen a szerelemre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Ábel.